1970-ben kezdődött, és azóta is töretlen lendülettel tart a szekszárdi siókupa. Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló, hogy női kosárlabdában minden évben megrendeznek egy felkészülési tornát. Az üldözők viadalának is nevezhetnénk a megmérettetést, hiszen az évek óta aranyérmes Sopron mögött helyet foglaló csapatok viaskodtak a trófeáért. A Hűség városának csapata kiemelkedik a magyar mezőnyből, így a rivalizálásból adódóan még egyszer sem kapott meghívást a kupára. Még félkész állapotban vagyunk, hiszen van olyan légiósunk, például Rudi Habard, aki még nincs is itt, ezt követően fog majd megérkezni a tornai megyeszékhelyre, illetve két amerikai játékosunk is apró pici sérüléssel bajlódik, Szájsa Gori és Victoria Vivians, úgyhogy nagyon sok lehetőséget kaptak a szekszárdi játékosok, a magyar játékosok is. Az elődöntőben a Győr ellen sokáig tartotta magát a hazai KSC együttese, de végül 82-66 arányban vereséget szenvedett. Ezt követően a bronzmeccsen már kijött a lépés a Peac ellen, így végül Gyokit Zsejko együttese megszerezte a harmadik helyet. Nagyon örülünk, hogy megint Euróligába játszunk, és most elsősorban ott az lesz a cél, hogy most idén nyerjünk meccset, mert tavaly nagyon akartuk, sokszor közel voltunk hozzá, de nem jött össze, viszont most úgy érzem, hogy tudunk így közösen előrelépni. Bár még nehéz elmondani, hogy hogy fog kinézni a csapat, mert egy játékosunk még meg is érkezett meg Amerikából, ugye még a többiek kicsit, tehát még nem vagyunk együtt, tehát ez egy ilyen igazából kérdés lesz, hogy milyenek leszünk, viszont én úgy gondolom, meg bízom benne, hogy jobbak, mint még tavaly. A bajnoki menetelést szeptember 24-én kezdi meg a KSC az ELTE Beac ellen. Hazai pályán a csapatot pedig először szeptember 28-án a Cegléd ellen láthatják a szurkolók.